Miután édesanyja elhagyta, Matthew McFerron úgy érezte, rá van írva a vesztes. Az élete a rosszból még rosszabbra fordult. Hajléktalan lett, szemetes zsákokban aludt, amíg meg nem pillantott egy 10 dollárost, mégpedig a földön. Még mindig emlékszem az első utcán töltött éjszakámra. Hideg volt, egy játszótérre mentem, és egy mászóka alá bújtam. Megláttam egy szemetes kukát, és eszembe jutott, hogy ki kéne venni belőle a nejlonzsákokat, és abban aludni. Kisfiúként Matthew soha nem gondolta volna, hogy ez lesz belőle. Az Ohio államban található Youngstownban nőtt fel. Jó kapcsolata volt apjával, aki tűzoltó, majd később lelki pásztor volt, de anyjával már más volt a helyzet. Mindig berakott a szobámba, és ott hagyott, hogy legózzak. Még csak nem is beszélt hozzám. Ettől úgy éreztem, hogy az a sorsom, hogy elhagyjanak és elutasítsanak. Idővel az anyja el is hagyta őket, apja újraházasodott, és Matthew már épp kezdett volna megnyílni mostoha anyjának, amikor az hirtelen megbetegedett. Ezt nagyon önző szempontból éltem át. Na tessék, már megint elhagytak. Ezért újra falakat húztam magam köré. Miután másodszor is elvesztette az anyját, a már középiskolás fiú a drogokhoz fordult enyhülésért. Nagyon elveszettnek éreztem magam, és nem tudtam, hogy mit tegyek. Abban a korban a gyülekezetbe járás nem vonzott. Az egyetlen gyógyszer az volt, ha elkábítottam magam, hogy ne szembesüljek a valósággal. Tinédzserként már drogot árult, majd kocsikat kezdett el lopni. Egyszer egy házi buliban ittam, amikor egy fickó szólt, hogy egy autóbontós ismerőse 1500 dollárt fizetne egy Nissanért. 1500 dollárért 3 hétig szoktam drogot árulni, gondoltam magamban. Ez jó üzletnek látszott. Néhány évnyi autótolvajlás után a rendőrség elkapta és börtönbe került. Életében először kezdte furdalni a lelki ismeret. A börtönben volt időm visszagondolni arra, amit tettem, az emberekre, akiket megkárosítottam, és ez nagyon bántott engem. Szabadulása után Matthew elhatározta, hogy többet nem fog autót lopni. Egyéb pénzforrás híján valami olcsó drog után nézett, így találkozott a heroinnal. Miután 3 hónapig lőttem magam, teljesen lenullázottam. Semmim nem volt, hajléktalan voltam. Végre oda jutottam, ahová tartoztam, egy hajléktalan drogos, aki szemetes zsákban alszik. A zsák melegen tartott, de a szemétnek szaga volt. Arra gondoltam, hogy tessék, ide tartozol, ezt érdemled. Egy este épp az adagját próbálta beszerezni. A 6. sugárúton sétáltam, és imádkozni kezdtem. Uram, csak 10 dollárt adj, kérlek, hogy be tudjam lőni magam. Aztán egy kicsit távolabb megpillantottam valamit, ami úgy nézett ki, mint egy bankjegy. Pár lépésről már láttam, hogy egy 10-es van rajta. Egy 10 dolláros. Na gondoltam, mégis van Isten. Egész életemben vártam, hogy megmutasd magad, és ez most történik meg azzal, hogy adsz 10 dollárt kábszerre. A bankjegy csak játékpénz volt, de amit benne talált, sokkal többet ért. Rájöttem, hogy nem igazi 10 dolláros volt, csak egy másholat. Mondtam, hogy uram, hát én tudtam, hogy nem szeretsz engem. Tudtam, hogy nem fogsz adni nekem 10 dollárt. De belül ott volt a példabeszédek könyve, amit azokból a mini bibliákból vett ki valaki. Magammal vittem, és aznap éjszaka a bölcsességről olvastam belőle. Matthew életében ez a bizonyos este fordulópont lett. Életemben először jutottam el oda, hogy van Isten, és hogy jelen van az életemben. Azt is gondoltam, hogy elég rossz humora van, mert nekem tényleg kellett volna az a 10 dollár.
Azonban ez volt az a pont, amikor bizonyítékot kaptam arról, hogy Isten keze benne volt ebben a helyzetben. Mintha azt mondta volna, mindig veled vagyok, soha nem foglak elhagyni, sem elfelejteni. Elkezdett gyülekezetbe járni és Bibliát olvasni. Egy sikeres rehabilitációs program után találkozott Jenniferrel, akit feleségül is vett. Ma a Tucson-i Miracle Center-t vezetik, ahol függőségekben levő nőknek nyújtanak segítséget. Matthew ezen kívül házigazdája egy rádióműsornak is, melyben függőségben szenvedőknek segítenek. Az egyik legjobb dolog abban, hogy valaki Jézus Krisztus követőjévé válik, hogy megkapja azt a lehetőséget, hogy kinyúljon a sötétségbe, és felkínálja az életet az embereknek. Lehetőségünk van arra, hogy segítsünk azoknak, akik képtelenek szeretni önmagukat, és felkínáljuk a feltétel nélküli szeretetet. Mert erre nem lehet nemet mondani. Matthew célja az, hogy tapasztalatait felhasználva megossza Krisztusba vetett hitét. Ismerem a menny és a föld teremtőjét. Ismerem Istent, aki a csillagokat az égre tette, és aki még a hajam számát is tudja. Mi többet lehet még ennél mondani? Ha hisszük, hogy ez az Isten az, akit imádunk, akkor hogy kételkedhetünk abban, hogy segítségünkre siet?